Kókuszkockák, medgyes piték, linzerek és persze a klasszikus házi pogácsák is szép számmal sorakoztak a standokon az oroszlányi Szent Borbála téren. A köztük elhelyezett gyűjtőládákban is gyarapodtak a bankjegyek, cserébe a finomságokért mindenki annyit adományozhatott, amennyit a pénztárcája most megengedett. A jótékonysági akciót egy már 3 éve működő alapítvány kezdeményezte. Kimondottan nem csak a sportrendezvényekre, hanem a sütinapokra is koncentrálunk, világrekord kísérleteket döntünk, hogy szeretnénk népszerűsíteni az alapítványt, meg ugye csak éhező és beteg gyerekeknek szoktunk segíteni. A mai napot a oroszlányi lakosságnak szerettük volna megrendezni, úgyhogy reméljük, hogy jó sokan lesznek. Adományokkal 4 leukémiás gyereket segítenek, ugye a teljes befolyt összeget nekik ajánljuk föl a gyógyulások érdekében. Az emberek tudnak és szeretnének jótékonykodni, de kell valaki, aki összehozza őket, úgyhogy például erre mondjuk itt vagyok én. A programot a helyi Kölcsei Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár is felkarolta. A fellépők sorát a környéken már nagyobb ismertségre szertett Dance Reform Showtánc Egyesület és a Cyril Tánc Stúdió nyitotta. Én azt gondolom, hogy a jótékonykodás mindig nagyon jó dolog, és főleg, ha beteg gyerekeken tudunk segíteni, ez egyértelmű, hogy segítenünk kell azokat a csoportokat, akik egy ilyenben részt vesznek. Úgyhogy örültem, amikor Pintarics Lajos megkeresett minket, hogy szeretne egy ilyen jótékonysági sütinapot. Mindig a felépítése a műsorainknak úgy kezdődik, hogy helyi fellépők, és utána jönnek az úgynevezett országosan ismertek. Most 2 tánc együttes lép fel, illetve jönnek a vidékről, Pestről is, tehát a nagyobb nevek is meglátogatnak minket. Az akció bevételeit Christopher, Anasztázia, Hunor és Anabella kezeléseire, segítésére fordítják. Mind a 4-en leukémiával küzdenek.